A 150 férőhelyes, 6 általános, valamint 2 informatikai és 1 természettudományos tantermes iskola átadásán Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy a következő évtizedek egyik komoly kihívása az lesz, hogy a fiataloknak legyen okuk és lehetőségük is szülőföldjükön maradni. Úgy gondolom, a következő két évtized legfontosabb kérdése az, hogy az itt élő fiatalok számára melyik út nyílik meg, és mi ebben hogyan tudunk segíteni, és milyen feladatunk és felelősségünk van. Abban egészen biztos vagyok, hogy van 2 dolog, ami befolyásolja ezt a folyamatot, és ezt jó szívvel ajánlom az örök figyelmébe. Az egyik az, hogy ahhoz, hogy a szülőföldjén maradjon valaki, szükség van arra, hogy lehetősége legyen a maradásra. A másik pedig szüksége van arra, hogy oka legyen a maradásnak. Tehát szüksége van az itt élő fiataloknak, hogy lehetőségük legyen a maradásra, a szülőföldön maradásra, és szükségük van arra, hogy okuk is legyen a szülőföldön maradásra. Amikor lehetőségről beszélek, akkor természetesen a boldogulás lehetőségéről beszélek, a szó szoros és átvitt értelmében, érzelmi és materiális értelmében is. Ha egy közösség, jászapát és a jásság, munkát, előrehaladást, otthonteremtést, a szülőföldön való boldogulás lehetőségét kínálja egy mai fiatal számára, akkor egy nagy ajánlatot tesz. Az a kérdés, hogy ezt képesek vagyunk-e megszervezni. Nagyon biztató az a munka, amit Jászapátiban a képviselőtestület és polgármester úr ezen a területen elvégzett, és amit 2010-ben egy gazdasági és világválság közepette Pócsi János képviselőtársam kezdett el, hiszen a munkanélküliség radikálisan csökkent az elmúlt években, jelentősen nőtt a betelepülő vállalkozók és az itt biztosított gazdasági lehetőség száma és aránya. Azt tudjuk mondani, hogy aki dolgozni akar, az talál megélhetést. Az a kérdés persze, hogy mennyit keres, hiszen a lehetőség, a boldogulás lehetősége nem csak a munkahelyet, hanem a jól fizető munkahelyet, a versenyképes egzisztenciát is jelenti. Ezen a területen sokat léptünk előre, hiszen olyan évek vannak mögöttünk, amikor nettó 10%-kal nőtt a nettó jövedelem évente. Most azonban nehéz év áll mögöttünk, és a következő év sem könnyű kihívás. Tehát biztos, hogy a lehetőség teremtésben a munka, a munkahely, az otthonteremtés, a családalapításhoz biztosított támogatások számítanak. De kell oka is legyen annak, hogy valaki itt maradjon ebben a közösségben, a jászság közösségében. Ez az ok lehet az, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat kapnak a fiatalok, vagy a fiatal fölnőttek, akik családalapításra vállalkoznak. Azt hiszem, hogy egy józanul gondolkodó és egy jól gondolkodó fiatal számára nagyon fontos az, hogy milyen az óvoda, milyen az iskola, milyen a szabadidő eltöltésének a lehetősége, vannak-e jó sportolási lehetőségek, milyen közösség, amelyben él az ember. És azt gondolom, hogy ha lehetőséget teremtettünk, a jó szolgáltatásokkal, például egy iskolafejlesztéssel, egy bölcsőde építésével, egy óvoda megnyitásával, játszóterek, sportpályák létrehozásával, a kulturális élet megszervezésével okot is adunk arra, hogy az ember maradjon és ne mozduljon. Tehát lehetőségteremtés és ok biztosítása a szülőföldön maradásra. Ez a 2 fontos kihívás áll minden egyes települési és országgyűlési képviselőtársam előtt, és mindenki előtt, aki az országban a közügyek szervezésére vállalkozik. Ennek az iskolának elnök asszony felsorolta az erősségét, és felsorolta a tankerülettel kapcsolatos kihívásokat, sőt az országban zajló oktatási fejlesztéseket is. Én amikor megnéztem az itteni adatokat és beszéltem néhány emberrel, pontosan érzékeltem azt, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében azoknak a gyerekeknek a száma, akik tehetségesek, de kevés lehetőségük van, azoknak a gyerekeknek a száma igen magas, mint ahogy azon gyerekek száma is, akik hátrányos családi környezetből érkeznek az iskolában, vagy sajátos nevelési igényűek. Vannak olyan települések, ahol az iskolákban ezeknek a gyerekeknek a száma ebben a megyében már az 50%-ot is eléri vagy meghaladja, és akik tapasztalt és régi pedagógusok pontosan tudják, hogy az elmúlt években a jövedelem viszonyok pozitív változása ellenére a nehézségekkel, kihívásokkal küzdő családoknak a száma éppenséggel nem csökkent, és vagy azért, mert jobban keressük, vagy azért, mert jobban találjuk, de sokkal több olyan gyerekkel találkozunk, akinek tehetséggondozásra, odafigyelésre, támogatásra, gondoskodásra van szüksége a szónak szociális és nem csak oktatási, lelki és nem csak iskolai értelemben. Ezért nem csak Kő és Habarcs egy iskola, hanem szellemiség is. Annak a több tucatnyi itt dolgozó pedagógusnak a szellemisége, aki az igazgatóúrral közösen csapatot alkotva megpróbál ezeknek a gyerekeknek részben segíteni, részben lehetőséget teremteni.
Én sokat foglalkoztam polgármester koromban a kompetencia mérésekkel. Nagyon könnyű egy olyan iskolában, a főváros elitkerületeiben, vagy gazdag városokban a gyerekekkel jó kompetencia mérés eredményeket elérni, ahol otthon stabil családi háttér, jó egzisztencia, könyvtár áll a gyerekek rendelkezésére, rendezett családi háttér és odafigyelő és aggódó szülői környezet. Sokkal több a hozzáadott érték egy olyan településen, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel kell a kompetencia mérések kapcsán, vagy bármilyen teljesítményértékelés kapcsán eredményt elérni, olyan gyerekekkel, akik tehetségesnek születnek, de nincs lehetőségük arra, hogy a családi környezetben ezt a tehetséget kibontakoztassák, és a tehetség gondozása, kibontakoztatása az iskolára marad, a pedagógusra marad, akinek a vállán óriási bürokratikus teher van, akinek a vállán természetesen óriási egzisztenciális teher van, személyes felelősség, neki kell még a saját családján túl jó néhány tucatnyi gyerek életéről személyesen gondoskodni és gondolkodni, hiszen ma egy pedagógusnak nem csak az a kötelessége és feladata, hogy a tananyagra megtanítsa a gyereket, vagy megismertesse, és mondjuk adaptációs képességgel ruházza föl a gyermeket, hanem sokkal inkább családi környezetet is kell biztosítani, és ezt tartom a legnagyobb, legnehezebb, nem kellőképpen értékelt és nagyjából megfizethetetlen szolgálatnak, amit a pedagógus kollégák végeznek.